5 perce sincsen, hogy repülőgéped landolt Windhoek nemzetközi légi kikötőjének betonján, és már is otthon érzed magad. Amsterdam a világ kapuja, ahol először szálltál át megszédített, a dél-afrikai zakatoló Johannesburg meg gyanakvással és félelemmel töltött el. Itt viszont kisvárosias nyugalom van, jó leső érzés árad szét benned. Napi egy járat indul Johannesburgba, néhány a szomszéd országokba. Délnyugat-Afrikát nem olyan egyszerű elhagynod. Ez tetszik neked, meg a pompás miút is, amin a város felé hajtasz. Eddig minden rendben megy. Íme Windhoek, Namibia fővárosa. Itt lakik az ország lakosságának közel az ötöde, ebben Budapesthez hasonlít. Csak éppen ötöd annyian sincsenek egy kilencszer nagyobb országban. De nem, mégsem emlékeztet a Duna királynőjére, ugyanis tiszta. Mintha német kisvárosban korzóznál, fagerendás házakat és erőszerű protestáns templomokat látsz. Járod a várost és ázol. Windhoekban évi átlagban 2 esős nap van. Ez az egyik. A pályaudvar út végén, micsoda meglepetés, rábukkansz a főpályaudvarra. A 92 éves Hauptbahnhofot a gyarmatosító készítették, meg azt a keskenyvágányú mozdonyt is, amely 1903 és 1939 között 436.128 kilométert futott. Tüchtig német munka. Látnivaló, hogy a Rajnai Missziós Társaság már 1847-ben megjelent a színen. Őket követték a telepesek, és úgymond védelmükben a német gyarmati alakulatok. Az első világháború után a Dél-Afrikai Unió fennhatósága alá került az ország, amely 1990-ben nyerte el függetlenségét. Itt minden a természetről szól. A főposta előtti térdíszkútja is űrbéli vasból készült. Egy felrobbant óriás meteorit 2500 négyzetkilométeren szórta szét anyagát, ebből sikerült 12 tonnányit összegyűjteni. Fekete, barna és fehér arcok vesznek körül. Angolul, németül meg afrikansz nyelven szólnak hozzád. Az utóbbi a féle keveréknyelv, mintha nem tanultál volna meg tisztességesen hollandul, ami egyébként igaz is, és ezért mindenféle töltelék szavakat használnál. Van, aki az ovámbóval, a damarával vagy a hereróval próbálkozik. Mindenki barátságos, biztonságban érzed magad. Szereted az állatokat, de nem feltétlenül ebben a formában. Mielőtt azonban márkit is elítélnél, vedd le a cipődet, old meg az övedet, és dobd el a pénztárcádat, azok is bőrből vannak. A tehenet meg a disznót is illene sajnálnod. Namíbia nem gazdag, de nem is annyira szegény ország, hogy ne állna meg a saját lábán. Ez kevés afrikai államról mondható el. A gyémánt és az állattenyésztés mellett az egyik jelentős bevételi forrás, még holtában is a vadvilág. Az egykor volt zebrák, tehénantilopok, gnúk és kapferbivajok fajtársaik fennmaradását szolgálják, a drága trófeák, táskák és cipők árának egy része a természetvédelem kasszájába kerül. Persze, azt azért reméled, hogy a bőrgyár tulajdonosai betartják a védett állatok kereskedelmét szabályozó washingtoni egyezményt. Hajnalban hagyod el a fővárost, a trópusokon az éjszaka percek alatt vált nappalra. Namíbia a földkerekség legritkábban lakott országa. Átlagban mindössze 2 ember találsz egy négyzetkilométeren. A legtöbb fekete farmer apró földeken gazdálkodik, ami legfeljebb az önellátásra elég egy olyan országban, ahol 20 hektáron egyetlen tehén él. A fehérek farmjain sem rózsás a helyzet. A bizarr szépségű tájak szívós munkával tehetők termővé. Reimer von Haase karaküljuhot tenyészt. Birtoka Hamburg nagyságával vetekszik. A családom
Pontosabban a nagyapám 1910-ben telepedett le itt, és mivel az anyám, jó magam és a gyermekeim is itt születtek, különösen erős kötődés alakult ki bennem az országgal szemben. Persze Namíbia egy gyönyörű ország, az a hely, mely kialakította számomra a megfelelő életformát. Nagyon boldog és büszke vagyok arra, hogy namíbiai lehetek. Úgy tekintek az országra, mint hivatalos lakóhelyemre, vagy ahogy németül mondjuk, a hazám. A farm megvásárlása hasonlóan megy, mint bárhol. Megveszel egy darab földet. A hasznosításához rengeteg pénzt kell befektetned, és muszáj kialakítani a megfelelő infrastruktúrát. Ez a lakóház megépítése mellett a szükséges elkerítést jelenti az állatállomány biztonsága érdekében. Ugyanakkor jó minőségű ivóvízre lesz szükséged, így a legfontosabb, hogy megfelelő vizet találj a földben, a túléléshez. Az országnak csak elvétve van kiépített vízhálózata, mivel nincs egyetlen folyó sem Namíbiában. Az egész 850 ezer négyzetkilométeres területen csak a határnál van. Nos, ha ezek a feltételek már adottak, meg kell vásárolnod az állatállományt. Mi például karakülyúhokat vettünk. Persze mindez még több kerítést, további infrastrukturális feladatokat és újabb házak felhúzását jelenti. Természetesen fontos egy kiváló csapat megszervezése, vele a megfelelő víztárolás és meg annyi formaság. Így lesz a megműveletlen földterületből hasznosítható gazdaság. Az alkalmi kórus tiszteletedre dalol. Csak a kiismerhetetlen mosoly afrikai. A szöveg és a dallam a fehér ember világát idézi. Nem nagy főnökként tekintek magamra, persze vannak elkerületetlen megnyilvánulások, de ez megy a maga útján. Szerencsések vagyunk, mivel kiváló, szolgálatkész emberek vesznek körül minket. Különösen igaz ez a környékbeliekre, akiket érdekel az itteni munka lehetőség. Nagyon barátságos és kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. Ez a hozzáállás érezhető volt már az állatok beszerzésekor. Nyilvánvalóan becsületesnek kell lennünk, megfelelő fizetéssel honorálva munkájukat. Ugyanakkor felszereltük a házaikat. Áramot, vizet vezettünk be. Tulajdonképpen mindenről gondoskodunk. Gondoskodunk a tüzelőről, ellátásról, például a gazdaságban termesztett zöldségfélékről. Bizonyos értelemben nagy családként élünk itt a farmon. Nem csak a saját családunkra, hanem mindenkire úgy tekintünk, mint egy nagy család egyik tagjára. Bushmanok és a Kalahári sivatag, ahol az istenek a fejükre estek, régóta vársz erre a találkozásra. Az 1 millió négyzetkilométeres és 1000 méter magas Kalahári medence az ősi kristályos kőzetekben nyomottáként uralja Dél-Afrika közepét. Déli részén terül el a harmad magyarországnyi Kalahári sivatag, amelynek nincsen állandó vízfolyása, de ha rendszertelenül is, kap némi csapadékot. Ez elegendő ahhoz, hogy a szárazságtűrő növények eltengődjenek. Valójában hát nem is igazi ez a sivatag, de hogyan is hangzana, hogy Kalahári félsivatag? Sivatag vagy sem, irdatlan mennyiségű a vörös homok. Azt ugyan nem tudod, hogy honnét származik, de ezzel a geológusok is így vannak. A hőmérséklet is sivatagi, nyáron megközelíti az 50 fokot, míg télen a fagyok sem ritkák. A Bushman bokorlakó gúny nevet a gyarmatosítók ragasztották a San népre. A Khoisan nyelvet beszélő népek pár évezreddel ezelőtt egyeduralkodók voltak a Szomáliától a jó reménység fokáig húzódó területen. Mára már csak elszigetelt maradványaik maradtak meg. A Sanok
akik nem jó szántukból élnek a félsivatag száraz bokrai között, hanem odaszorították őket, az afrikai földrész kevés megmaradt gyűjtögető vadász társadalmai közé tartoznak. Valdve a zsiráfnak szurkoltál, aki sértetlenül elmenekült. Ez a vadászat a féle turistáknak szóló mutatvány volt. Ezeknek az embereknek itt én vagyok a főnöke. Mi, ha főnököt választunk, megnézzük, hogy közülünk ki a legügyesebb, legrátermettebb. Persze az is számít, hogy kik az ősei. Mindnyájan jó barátságban élünk. Nagyon jó a kapcsolat a családon belül, és a családok között is. Mindenben nagyon jól tudunk együttműködni. Az élelemgyűjtésekor, a vízkeresésekor, vagy nyomolvasáskor. Mindenben. Ha vadat ejtünk el, íjat és nyilvesszőt használunk. A nyilvesszőnk ugyan kicsi, de a hegyére mérget kenünk. Amint a bőr alá jut a méreg, elkezdi kifejteni a hatását. 2-3 nap alatt a legnagyobb állatot is annyira legyengíti, hogy végül elpusztul. A vadász ez alatt folyamatosan követi, szemmel tartja áldozatát. Portyázása közben vizet is keres. Ez legalább olyan fontos, mint a vad elejtése. A vadászat során arra kell törekednünk, hogy olyan közel kerüljünk az állathoz, amennyire csak lehetséges. A vadász akármilyen pontosan is céloz, csak akkor remélheti, hogy áldozatát el is találja, ha becserkészi a vadat. Valamikor mindnyájan a vadonban, a bozótosban éltünk, növényeket gyűjtöttünk, gyökereket, gumókat ástunk ki és vadásztunk. Csak annyi állatot öltünk meg, hogy csillapítsuk éhségünket. Sosem többet. Mára minden megváltozott. Sokan őseik hitét is elhagyták, római katolikusok lettek. Nagyon nehezen viselem el az új világot, azt az életstílust, amit nyugati civilizációnak neveznek. Én máshogy nőttem fel, és ezen már nem is akarok, és nem is tudok változtatni. Hogy mit hoz számunkra a jövő? Azt gondolom, csak akkor fogunk fennmaradni ebben a megváltozott és az öregjeink számára már megszokhatatlan világban, ha kinyílunk mások előtt, ha mindenkit megismertetünk a kultúránkkal. Megmutatjuk a turistáknak, hogyan éltünk régen, hogyan éltek az őseink, miképp folyt az élet a falu közösségekben. Különböző ajándéktárgyakat,
nyakláncokat, ékszereket, díszeket készítünk, és eladjuk a turistáknak. Ebből tudjuk fenntartani magunkat. A táncainkat is megmutatjuk. Valamikor a tűz körül táncoltunk, így teremtettünk kapcsolatot őseinkkel, imádkoztunk gyermekeinkért, és kértük, hogy elkerüljenek a betegségek. Ezeket a táncokat és dalokat a gyerekeink is megtanulják. Így remélhetőleg fennmaradnak az utókornak, akár csak a nyelvünk. A nyelvünket nagyon nehéz másoknak megtanulni, ezért fontos, hogy a busman fiatalok megismerkedhessenek más nyelvekkel is. Főleg egy olyan többnyelvű országban, mint amilyen Namíbia. A haladás mellett természetesen szükség van a hagyomány őrzésére is. Úgy gondolom, ez az egyetlen esélyünk arra, hogy kultúránk fennmaradjon. Az életterünket leszűkítették, köszönhetően a viharos történelmünknek is. De egy olyan bátor, vadász, harcos közösség, mint amilyen a busmanoké, nem tűnhet el a föld színéről. Még ebben a modern civilizációban sem. A magunk eszközeivel ezért harcolunk, küzdünk, ezért élünk. Keletről nyugatnak tartasz a Namib sivatag felé, ahol a legmagasabb dűnék emelkednek a földön. Úgy hallottad, a Namib-Naukluft Nemzeti Park sorompóval őrzött bejáratától könnyű lesz eljutnod a vörös homoktengerhez. Vagy mégsem? A durd effekt nem öröm, de a kerék nehéz. Afrika délnyugati részén a táj évmilliók óta változatlan. A Namib sivatag bolygónk legöregebb sivatagja. Igazi sivatag, erre utal benszülött neve is, a terület, ahol semmi sincsen. 2000 kilométer hosszú, de csak 50-150 kilométer széles. Északon Angolában kezdődik, és délen az Olifánsz folyó határolja. Az azért túlzás, hogy itt semmi sem lenne a vörös homokon kívül, bár az kétségtelen, hogy ebből van a legtöbb. Rovarok, hüllők, struccok, sőt antilopok is élnek a Namib sivatagban, és egy tökféle a narász. A Namib 2 milliárd éves története az alaphegysége kialakulásával kezdődött. Lehet, hogy nehéz elképzelned, de 6-700 millió évvel ezelőtt még óriási, melegvízű tó hullámzott a sivatag helyén. Ekkor rakódott le a szokatlan módon fekete mészkő. Ezután vulkánkitörések formálták a tájat, majd az éghajlat szárazzá válásával megkezdődött az elsivatagosodás. Közben a felszín megbillent, a nyugati peremvidék megemelkedett, véglegesen elzárva a folyók elől a tengerhez vezető utat. Sosus Vlejben vagyunk, 20 kilométernyire a Szeszriemtől. A Vlej nama nyelven kiszáradt tómedret jelent. Ez itt a tó vége is egyben, innen nem lehet tovább menni.
Az egykori agyagos tófenék eső után sártengerré változik, melyet a tűző napsütés csak hamar kőkeményre szárít. Arra, ha elnézünk, megcsodálhatjuk a 19-es számú dűnét, amely 105 méteres. Ha pedig visszanéz arra, ott láthatja a legmagasabbat, az őrült dűnét, ami úgy 200 méter körül van. Két órányi járásra van ide. A park bejáratától 24 kilométernyire emelkedik a Sasaspurt kilátóhely, ahonnét mesés a rálátás a dűnékre, a kiszáradt tómederre és a sivatag mögött magasodó kopárhegyvidékre. A kilátóhely után még 21 kilométert kell megtennünk, hogy elérjük a népszerű 45-ös dűnét. A furcsa elnevezés magyarázata egyszerű. Éppen 45 kilométerre van Szeszriemtől. A csillag alakú, 170 méter magas homokdomb nem tartozik a legnagyobbak közé, de közvetlenül az út mellett emelkedik. Vannak 300 méternél magasabb dűnék is. Évmilliókkal ezelőtt a Kalahári felül az Atlanti-óceánba igyekvő folyók igyekeztek megkerülni a vándorló homokbuckákat. Ezért olyan kanyargósak a folyómedrek. Ma már egyetlen vízfolyás sem tör magának utat a sivatagon keresztül. Elenyésznek a homoktengerben. A vörös homok a Kalaháriból származik. A homokba fulladó vagy a sóstavakban elenyésző folyók hordalékából a változó irányú szél különböző alakú buckákat hordott össze. A kicsapódósó vakító fehér, a mészkő sötét színű, a dolomit szürke, a homok vörös. Nekem elhihetik, a sivatag színes. Mindegyik dűne észak-dél irányban terül el, mivel a kelet-nyugati szél a meghatározó. Ismertebb az Elim dűne is, melyet egy közeli farmról neveztek el. Mindössze 4,5 kilométerre fekszik Szeszriemtől. Kora reggel és alkonyatkor szinte megmozdulnak a homokdombok. Rengeteg sivatagi bogár szaladgál rajtuk, őket meg a gyíkok és a madarak hajkurásszák. A dűnék alakjából következtethetsz az uralkodó szélirányra. A sivatag keleti szegélyén, ahol össze-vissza fúj a szél, csillag alakban halmozódik fel a homok. Ettől nyugatra 60-100 méter magas és 50 kilométer hosszú észak-dél irányú dűnesorok húzódnak. A dűnék vándorolnak, évente 75 métert is megtesznek. A feltartóztathatatlanul növekvő homokgátak elzárják az időszakos vízfolyások útját, és a növények elpusztulnak. A halott völgyben a fák állva haltak meg. A megfeketedett akácia múmiák korát 500 évre becsülik, tehát nem is olyan régen még zöldelt a völgy. A szárazságtűrő akáciák másutt a kiszáradt folyómedrekben is megélnek, ahol gyökereik 10-15 méter mélyre lenyúlnak. A váratlan zivatar sem segít, mert a víz órák alatt elillan. A Szeszriem kanyon egyike Namíbia különleges geológiai látnivalóinak. A Causap folyó 1 kilométer hosszú és 30 méter mély szurdokvölgyet mélyített a kőzetbe. Ha lemerészkedsz az aljára, valóságos időutazáson vehetsz részt. A homok, a durva törmelék és a szikladarabok lerakódása 15-18 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor ezen a tájon csapadékos éghajlat uralkodott. A nagy legömböített görgetett kövek arról az időről mesélnek, amikor zúgó áradat rohant a partfalak között. A törmelék és a homok a folyó lecsillapodásáról regél. A szél mészkőpor csodort a kanyonba, összeragasztotta a különböző kőzeteket. 4 millió évvel ezelőtt megbillentek a kőzetrétegek, és elvágták a folyók útját nyugat felé. Mindez csak akkor láthatott, ha a kanyon száraz. Ez az év nagy részében így is van, de nem most. A kanyon neve is a vízzel kapcsolatos. A korai utazók hadbőrszíjat afrikánsz nyelven Szesz Rím csomóztak össze, hogy egy vödör vizet felhúzhassanak. A Naukluft hegyek mellett vezet el az utad. A tábla csalóka, közelinek tűnnek, mégis két napi járóföldre esnek. Oda csak gyalog mehetnél, és az ivóvizet is magaddal kellene vinned. Nem csak téged lepett meg a szokatlanul esős időjárás, egy túrabusz is elakadt a condább időszakos folyó máskor száraz vedrében. Iratok, ruhák, minden elázott. Szerencse, hogy közben kisütött a nap szoliterben. Nem, ez nem kaktusz. Azok hazája Amerika. Az afrikai posgás növények euforbiák.
A mi kutyatejünk rokonai, ha ez nem is látszik rajtuk. Állítólag a nedvéből készült a Bushmanok mérgezett nyílhegye. Svakopmund jelentése a németek szerint egyszerűen a Svakop folyó torkolata, bár Svakop a náma Csoahub szavakból származik, és vízen lebegő ürüléket jelent. Bárhogy is van, a legnagyobb tengerparti üdülővárosban úgy érzed magad, mintha az északi tengerpartján lennél. A víz 12 fokos, mivel a Benguela hideg áramlás jár erre. Aki Namíbiába látogat, nem a várt Afrikát találja maga körül. Itt még élnek a német hagyományok, annak ellenére, hogy 1960-ban távoztak. Van német templom, kórház, ez egy német város. Ebben a városban is van német iskola. A fiatal generáció is tud németül, és ismeri a német kultúrát. A város lakói három nyelven beszélnek. Első a német, második az angol, és ezután jön az Afrikaans. Itt minnyájan ismerjük egymást, és az embereknek szükségük is van egymásra. Bármi baj történik, nem kell aggódnunk, órákon belül jön a segítség. Mindenki segít a másiknak. Szinte enélkül nem is tudnánk létezni. 1992-ben fejeztem be az iskolát, úgyhogy nem élhettem át azokat a változásokat, amelyekre ezután került sor. A mostani iskola rendszert, a vegyes iskolákat sokkal jobbnak tartom, mint a régit. Jó, hogy már valamelyik afrikai nyelvet is tanítják. Ha beszéljük a feketék nyelvét, mondjuk az ovambót, amit például mi még nem is tanultunk, akkor már sokkal könnyebben megy mindenkivel a kapcsolatteremtés. A romantikus időutazás nyugalma elbűvölő.